Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelent vendégek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott vendéget, a kedves televízió nézőket. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem dr. Dorkó Zsolt rendőr ezredest, a Jászlanykun-Szolnok megyei főkapitányság rendőrségi főtanácsosát, gazdasági rendőr főkapitány helyettes urat, valamint dr. Karsai Lajos rendőrezredest, a karcagi rendőrkapitányság vezetőjét. Külön köszöntöm Török József urat, a Volánbusz ZRT karcagi forgalmi telephely vezetőjét. Tisztelt jelenlévők, megállapítom a jelenléti év alapján, hogy a mai testületi ülésen 10 képviselő megjelent. Távolmaradását bejelentette Kozma Dániel képviselő úr. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselő testület, indítványozom, hogy a képviselő testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket azzal a változással, hogy az alábbi pótnapirendi pont kerüljön felvételre. 14. pótnapirendi pontként javaslat a polgármesteri dicséret elismerésről és annak adományozási rendjéről szóló rendelet tervezetre. Először a módosító indítvány elfogadásáról kell dönteni, aki egyetért azzal, hogy 14. pótnapi rendi pontként kerüljön felvételre. Azt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napi rendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, úgy egyszerre egyben teszem föl a teljes napi rendi pontokat szavazásra, aki egyetért a napirendi pontok sorrendjével, megtárgyalásával, azt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, javaslom, hogy a 13. napirendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló rendelet alapján zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő testület, aki ezt elfogadja, ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők! Az Országgyűlés 2000 évi döntése értelmében 2001-től minden évben április 16-án tartjuk a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapját. Mivel ez óta nem volt testületi ülésünk, így kérek mindenkit, a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással adózzunk a magyarországi és a karcagi áldozatok emlékének. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről adjon tájékoztatást. Április 8-án az Arany János Általános Iskolában a 11. Roma projektzáró rendezvényen Pánt Ildikó képviselte az önkormányzatot. Szintén 8-án került átadásra a kerékpáros pumpapálya az Erzsébetligetben. Az eseményen Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőt, jelen voltak Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánt Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők. Még ezen a napon 8-án Lélekhíd címmel jótékonysági hangverseny volt az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Tagiskola intézményben a Kárpátaljáról, illetve Ukrajnából a háború elől menekülők megsegítésére. A jótékonysági eseményen Pánt Ildikó képviselőasszony vett részt. 11-én a Karcag és Térségi Tehetségsegítő Tanács Jász újra című kreatív alkotó kiállítását Sári Kovács Szilvia alpolgármester nyitotta meg, illetve közreműködött a díjak átadásában a Dérné Kulturális Központban. Jelen volt Pánt Ildikó képviselő. 12-én
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Tagiskola intézményben megrendezett 3. Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonós versenyen dr. Pintér Zoltán képviselő mondott köszöntőt. 13-án a Déréné Kulturális Központ adott otthon a Karcag és Térsége Tehetségfejlesztő Tanács szakmai fórumának, mely fórumot Sári Kovács Szilvia alpolgármester nyitott meg. Jelen volt Pánti Ildikó képviselő. Szintén 13-án a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával a Kiskulcsosi Tagiskola udvarán megépülő kézilabdapálya kivitelező részére történő munkaterület átadásán Szepesi Tibor polgármester képviselte az önkormányzatot. Még ezen a napon 13-án a Csokonai Könyvtárban Minek nevezzelek címmel a Költészet Napja alkalmából szervezett megemlékezésen Pánti Ildikó képviselő volt jelen. 20-án a Déréné Kulturális Központban családtagjai tisztelői körében köszöntötte az önkormányzat a karcagi születésű Kossuth-díj elismerésben részesült Csíkos Sándor színművészt. Az ünnepségen Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőt. Jelen volt Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és Pintér Zoltán képviselők. 21-én a Karcagi Rendőrkapitányság állomány ülésén Szepesi Tibor polgármester adta át Jenei József rendőr alezredes részére a Karcagváros közbiztonságáért díjat. Dr. Pintér Zoltán Árpád, az Aranybulla 800, az Aranybulla mozgalom, a rendi struktúra középkori gyökerei és hatásai a magyar társadalom fejlődésre címmel előadást tartott a Déréné Kulturális Központban, az Életet az éveknek nyugdíjas klub tagjai részére. A Városházán átadásra került a Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerület megválasztott országgyűlési képviselője F. Kovács Sándor részére a megbízó levele. Az eseményen Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, dr. Kanász Nagy László, Nagyné László Erzsébet, dr. Pintér Zoltán és Pánti Ildikó képviselők voltak jelen. 26-án a Déréné Kulturális Központban tartott nyitó foglalkozást a Városi Pedagógus Klub, mely eseményen Pánti Ildikó képviselő vett részt. Köszönöm szépen, jegyző úrnak. A tájékoztatást. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási terv szerint a két testületi ülés közötti eltelt időszakban nem vettem ki szabadságot. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. A kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, hogy valaki kíván-e kérdést föltenni. Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, jegyző úr, tisztelt televízió nézők. Az elmúlt időszakban elég gyakori lakossági jelzés érkezett olyan értelemben, hogy a temetőkben a sírokra kivitt kegytárgyak, emlék, virágcsokrok, koszorúk, egyéb dolgok eltűnnek. És ezt bizony a érintett személyek igen rosszul veszik, teljesen érthető okok miatt, úgy gondolom, hogy ez mindenkit közelről érintene. Ez vonatkozik a déli temetőre is, vonatkozik a római katolikus temetőre is, sőt, nagyjából elmondhatjuk, hogy szinte minden temetőnkre. Én tudom, hogy a temetőink azok egyházi kezelés alatt vannak, ezt értem. De ennek ellenére valamilyen megoldást keresnünk kellene közösen arra, hogy hát bizony az ilyenfajta igen elítélendő cselekmények megszűnjenek, vagy ha nem is teljes mértékben megszűnjenek, de jelentősen visszaszoruljanak. Kérem polgármester urat, hogy ebbe a kérdésbe járjon el, nézzen utána, és a lehető minél előbb és a lehetőségekhez képest tegyen benne intézkedést. Ez az egyik. A másik olyan kérdés, ami szintén gyakran előfordul a városba és eljut hozzánk, az, hogy a vízelvezető árkaink állapota. Most ugye az utóbbi napokban kicsit esőse volt, és rögtön jelentkeztek azok a problémák,
amik hát ugye évek alatt eszkalálódtak, és mára már komolyan összegyűlnek azok az esővizek, amiknek el kellene folyni. Láttam, a költségvetésünkben van erre keret, van erre lehetőség ezeknek a munkáknak az elvégzésére. Kérdeznénk, hogy mikor lehet majd ezekhez hozzákezdeni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Nyilván, ahogy ön is megválaszolta a saját kérdését, megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a temetői kegytárgyak és nyilván az ott elhelyezett koszorúk, virágok, főleg a frissen elhelyezett virágoknak az eltűnésével kapcsolatosak. Eddig is kerestük ezeket a megoldásokat, nem igazán könnyű, ugye a képviselő úr is tudja, hogy a kerítések megépítésével, kapuk zárásával, nyitásával próbáltuk, nyilván az egyházak is próbálják ezeket a problémákat orvosolni. Én azt gondolom, hogy ezek elsősorban erkölcsi problémák, tehát akinek van arra foganatja, hogy ott elhelyezett sírokon, temetői kegyhelyeken elhelyezett virágokat, kegytárgyakat tulajdonítsanak el, az sajnálatos módon szép szavakat nem tudok használni az ilyen személyekre. Felháborítónak tartom én is, tehát elsősorban ezt itt a fejekben kellene rendet tenni, aki ilyenre vetemedik. Ettől függetlenül természetesen meg kell tenni minden olyan óvintézkedés lehetőséget, amely ennek a kiküszöbölését, ennek a megakadályozását lehetővé teszi. Nyilván fogunk ebben egyeztetni közterületfelügyelőkkel, fenntartókkal, gondolom a rendőrség munkatársaival is majd, és megpróbáljuk megakadályozni. A legjobb az lenne, hogyha tetten lehetne érni ezeket a személyeket, nyilván ez a legnehezebb ebben. Második kérdésére, a vízelvezető árkok állapota, ez igen, valóban tudjuk, látjuk, nyilván ennek megfelelően próbálta és próbálja az önkormányzat a csapadékvízelvezető rendszereket megoldani. Erre pályáztunk, ezekre kaptunk támogatási forrást is, ahogy ezt képviselő úr is tudja, hogy a legfrekventáltabb helyeken, tehát a katolikus városrésznek próbáljuk első körben és első forrásból megoldani a problémáját. Ahogy mondtam, ha jól emlékszem, pont az előző testületi ülésen került bejelentésre az Élhető Város programból, hogy a Nagyvénkerti városrésznek próbáljuk megoldani a csapadékvíz elvezetését, hiszen olyan pályázati lehetőség adódott, amely ennek a városrésznek a vízügyi rendezését teszi majd lehetővé. Ettől függetlenül természetesen az egész városban itt-ott problémát jelent. Én azt gondolom, hogy a város szakemberei meg fogják tenni az ehhez szükséges lépéseket. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ez alól fel van mentve a város összes polgára, hiszen addig, amíg arra vetemednek néhányan, hogy az árkokba dobáljanak el különböző szemeteket, műanyag palackokat, papírokat és egyebeket, és nyilván ezeket a víz bemossa az átereszekbe, ezekből is, nem azt mondom, hogy mindig ebből, de ezekből is lehet dugulás, addig nagyon nem tudunk mit tenni, tehát arra kérek mindenkit, hogy ne az árokba, hanem a kihelyezett szemetesekbe próbálja ezeket elhelyezni. Ezzel is segíti azt, hogy ezek a nagy mennyiségben lehullott, hirtelen csapadék mennyiségek el tudjanak folyni. A másik pedig az árkok tisztán tartása, ami elsősorban a fűnyírást és a gaztalanítást jelenti. Én azt gondolom, hogy ezzel is tudja mindenki segíteni azt, hogy a vízelvezetés ne ütközzön akadályokba, hanem folyamatos legyen. Látjuk azt, és szerintem nem kell erre külön kitérni, hogy megváltozott a csapadék mennyiség elosztása. Nem folyamatosan csendes esők, hanem egyszerre nagyobb mennyiségű eső is lehullhat. Nyilván erre készülni kell, de ezeket nem lehet megjósolni, hogy mikor jönnek. Tehát folyamatosan készülni kell, folyamatosan tisztán kell tartani, és folyamatosan karban kell tartani ezeket az árkokat. Úgyhogy szerintem a költségvetésben, amit képviselő úr is mondott, valóban rendelkezésre áll. A szakemberek ezt folyamatosan nézik, vizsgálják és próbálják orvosolni ezeket a problémákat. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 23/2007-es önkormányzati rendelet módosítására.
ahogy az anyagban is leírtuk, jogszabályváltozás miatt vált szükségessé Karcagváros önkormányzat képviselőtestületének címben megfogalmazott rendelet módosítása, a preambulum felhatalmazó rendelkezéseit szükséges pontosítani és hatályon kívül helyezni a rendelet célját. Ennek alapján kérem a javaslat megtárgyalását és a rendelet tervezet elfogadását. Vitára bocsájtom, kérdés hozzászólás van a napi rendel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pontunk beszámoló a település közrend és közbiztonság helyzetéről. A napirend előadója dr. Karsai Lajos kapitányságvezető úr. Kérdezem kapitány urat, illetve rendőrfőkapitány helyettes urat, hogy kívánják-e kiegészíteni a beszámolót. Akkor megadom a szót. Köszönöm. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, jegyző úr, tisztelt televíziónézők! Nagy örömre szolgál, hogy a tavalyi év után ismét személyesen számolhatok be Karcagváros közrendjéről és közbiztonságáról, hiszen a tavalyi évben ugye a vírushelyzet miatt ezt csak írásban tudtam megtenni. A beszámoló elkészült, remélem a képviselőtestület minden tagjához eljutott és át tudták tanulmányozni. Egy-két dologra szeretnék rávilágítani és nyilván kiegészíteni a beszámolót. Tehát az évről évre elmondható, most már 12 éve rendelkezünk egységes statisztikával, hogy számszakilag Karcagváros területén a bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat, és ez a csökkenő tendencia ez nem szakadt meg az idén sem. Bár ha valaki elemzi a statisztikai táblázatot, akkor láthatja, hogy 2017-ben ugyan volt egy kiugró bűncselekményszám növekedés, de ugye ez a KUN mediátorral kapcsolatos bűncselekménysorozatnak volt köszönhető, az elég nagy számban generált ide bűncselekmény, de ha azt a darabszámot levesszük, akkor illeszkedik a tendenciába, és ott is csökkenő értékek mutathatók ki. Odáig jutottunk most már, hogy 2010 óta mintegy negyedére csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Karcagváros területén. Ez szintén összhangban van egyébként a megyével teljes mértékben. És azt az örömteli hírt jelenthetem, illetve tájékoztathatom önöket, hogy ezzel párhuzamosan a nyomozás eredményességi mutatónk, amely ugye azt mutatja, hogy az ismeretlen bűncselekmények közül milyen hatékonysággal tudtuk az elkövetőt felderíteni, megállapítani a kilétét, illetve később felelősségre vonni. Ez pedig az elmúlt 12 év legmagasabb átlaga jelen pillanatban a karcagi rendőrkapitányságon, ez a 73,2%. Tehát ez azt jelenti, magyarul lefordítva, hogy 100 bűncselekményből 73-ban eredményesek vagyunk. Hogy mindenki lássa, honnan indultunk, ez például 2012-ben még 30,2% volt. Tehát látható, hogy azt az energiát, humán erőforrást és technikai eszközforrást, amely azzal együtt felszabadul, hogy kevesebb bűncselekményben kell eljárnunk, azt a meglévő bűncselekmények hatékonyabb felderítésére tudjuk fordítani. Szintén jelentős mérőszám az, hogy a közterületen elkövetett bűncselekményekben milyen tendencia mutatható ki. Ugye ezek azok a bűncselekmények, amelyek a lakosság szempontjából leginkább érzékelhetőek, leginkább megjelennek, és ugye nyilván ezáltal a lakosság szubjektív közbiztonsági érzetét markánsan befolyásolhatják. Ebben a területben is, ezen a területen is a tendencia ugyanaz, mint amit az előbb elmondtam, csökkenő tendencia van évről évre. Itt is 2010 óta mintegy a negyedére esett vissza a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, és minden idők legjobb nyomozás eredményességi mutatóját tudta a karcagi rendőrkapitányság hozni, 90% fölötti nyomozás eredményességgel, 10-ből 9 esetben az elkövetőt sikerül felderíteni és felelősségre vonni. A rendőrség berkein belül van egy kiemelt kategória, ez az úgynevezett 14 kiemelten kezelt bűncselekmény. Ezek különböző okok miatt ugye fontosságban egy picit előtérbe kerülnek, és ezen a területen is csökkenés mutatható ki. Itt is 150 alatti bűncselekményszámmal tudunk már most Karcagváros területén
dolgozni, és ebben is minden idők legjobb nyomozási eredményességi átlagát tudtuk produkálni a 63% fölötti értékkel, amely azt gondolom, hogy szintén egy jó érték. Emberről is regisztráltan egy volt Karcagváros területén a tavalyi évben. Ugye alapvetően az emberről is nem a helyi rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó cselekmény, tehát nem mi nyomozzuk, hanem a megyei rendőrfőkapitányság, de úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen említést érdemel, hiszen Karcagváros területén történt, de az elkövető rövid és hatékony nyomozás után beazonosításra, elfogásra került, és vele szemben az eljárás folyamatban van. Szintén a bűncselekmények között egy markáns kategória a testi sértéseknek a jelenléte. Ebben a kategóriában szintén csökkenés tapasztalható, és itt is 90% fölötti nyomozás eredményességet tudok tájékoztatásról elmondani. Tehát ezen a területen is tudtuk hatékonyabban felderíteni az ismeretlen bűncselekményeket. A bűncselekményeknek mintegy harmada összetevő szempontjából, ha vizsgáljuk, az a lopás bűncselekmény, amelyben szintén sikerült csökkenést elérnünk, mégpedig oly módon, hogy 100 alatti lopást regisztráltunk Karcagváros területén 2021 évben, és ennek a nyomozás eredményessége közelíti az 50%-ot. Ez mondjuk 2012-13 elején még bőven 40% alatti érték volt, tehát ebben is sikerült olyan előrelépést tenni, amely egyrészt csökkenő bűncselekmény szám mellett javuló hatékonyságot mutat. A testi sértéssel párhuzamba hozható garázdaságok esetében, amely szintén ugye a közterületek rendjét leginkább megzavaró elkövetési magatartás, szintén csökkenő a tendencia, és itt is 90% fölött van az, amely ugye az elkövetés, az ismeretlen elkövető ismerté vált a nyomozás során. A lopásokon belül további kategóriát tudunk megkülönböztetni, és leginkább azért kiemelten kezelt a lakásbetörés, hiszen az egyik leginkább az emberi szuverenitást, tulajdonjogot sértő cselekményről van szó, és ebben a kategóriában igen markáns, jelentős csökkenést, 38-ról 18 darabszámra tudtuk a lakásbetöréseket csökkenteni, 18 regisztrált lakásbetörés volt 2021 évben, és ezzel együtt ezen a területen sikerült a leginkább a hatékonyságunkat növelni. A korábbi 40-45%-os felderítés átlagról, nyomozás eredményességi átlagról sikerült 78, majdnem 79%-át a lakásbetöréseknek felderíteni, amely azt gondolom, hogy bár nyilván egy is sok mindenféle bűncselekményből, de ha már megtörténik, akkor legalább hatékonyan járjunk el az elkövetőkkel szemben, és ebben is sikerült majdnem 10-ből 8 esetben átlagosan az elkövetőt felderíteni. A rablások esetében nem igazán jellemző ezen jogsértés szerencsére Karcagváros területén, mindössze 3 volt belőle, ezt viszont mindet felderítettük, és mindben tudom azt mondani tájékoztatásul, hogy személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéssel is éltünk, és a nyomozási bíró mindig elrendelte a letartóztatást is, tehát alapos volt az előkészítő munka és az elkövetővel szembeni bizonyítékok rendelkezésre álltak. Rongálás a városunk területén 8 esetben történt, itt is egy 60% fölötti felderítési eredményességet tudunk produkálni, és nyilván hozzá kell tenni, hogy ezen mértékű felderítési eredmények javulásához nagymértékben hozzájárul az a tendencia, amely a kamerarendszerek kiépítését segíti, mind az önkormányzat által, mind az egyre több magánszemélynél jelenlévő térfigyelő kamerák tekintetében, hiszen ezek számos esetben segítettek bennünket hozzá az elkövető beazonosításához, megállapításához és elfogásához is. Fontos dolog beszélni a bűncselekmények és bűncselekmények mellett a szabálysértések vonatkozásában is, hiszen többször éri az a vád a rendőrséget, ugye, hogy mindig, ahogy emelkedik a szabálysértési értékhatár, most jelen pillanatban ugye 50 ezer forint, hogy ezzel próbálja a rendőrség a statisztikát javítani, hiszen kvázi a bűncselekményt elbújtatjuk a szabálysértés mögé. Ez igaz lenne, hogyha a szabálysértések növekednének ezzel párhuzamosan,
de elmondhatom, hogy csökkenő tendencia mutatható a szabálysértések esetében is, és hát itt is egyre hatékonyabban tudjuk felderíteni. Tehát a kollégáim nem csak a bűncselekményekre fordítanak kiemelt figyelmet, hanem az elmúlt pár évben egyre nagyobb figyelmet és energiát tudtunk összpontosítani a szabálysértések felderítésére. Itt ugye azt el kell mondanom tájékoztatásul, hogy ezen statisztikai mutatóban a boltilopások nincsenek benne, hiszen a boltilopásoknak azért a döntő többsége az ismert elkövetővel szemben indul, hiszen többnyire ott tetten érik és visszatartják. Itt azokról a szabálysértésekről beszélek, amelyek az értékhatár miatt szabálysértések, tehát például kerékpárlopás, egyéb nyilvános helyről történő lopások, amelyek 50 000 forint alatti értékben nyilvánulnak meg. Ezekben is 60% fölötti felderítési eredményességet tudtunk elérni. Szintén szeretnék pár szót beszélni a rendőri intézkedéseink összetételéről, illetve ezeknek a darab számáról. A tettenérés miatti elfogások száma, amely ugye azt jelenti, hogy a bűncselekmény elkövetésén közvetlenül tettenérjük az elkövetőt, az elmúlt 3 évben egy markáns emelkedés tapasztalható. Ez megint csak annak függvényében vizsgálandó, hogy ugye egyre kevesebb a bűncselekmény, mégis egyre több a tettenérésünk, tehát hatékonyan tudjuk lereagálni, leintézkedni azokat a jogsértéseket, amelyek mégis megvalósulnak, és hát nyilván azzal van a legkevesebb munkánk azokkal a bűncselekményeknél, amelyeknél az elkövető már az elsődleges intézkedés során megvan, tettenérjük, elfogjuk és előállítjuk. A bűncselekmény gyanúja miatti előállításaink száma is növekedett, ez is nyilván szükséges ahhoz, hogy minél eredményesebbek legyünk, hiszen hogyha az elsődleges intézkedés során nem tudjuk megállapítani az elkövetőt, akkor a nyomozás során felmerült információk alapján azonosítjuk be, állítjuk elő, és ezzel lesz hatékony a nyomozásunk. A végrehajtott elővezetések, sikeres elővezetések számában is emelkedés mutatható. Ez nyilván olyan szempontból fontos, hogy akinek elővezetését rendelik el, az korábban valamilyen jogsértést követett el. Így egyrészt az állam büntetőjogi vagy szabálysértési jogi szankciójának kell érvényt szerezni, másrészt pedig egy potenciális elkövetőt tudunk megérdemelt büntetésére elszállítani. A szabálysértési feljelentésekről egy pár szót mondanék, hiszen abban azért lényeges csökkenés látható a tavalyi évhez képest. Ebben azonban nagy szerepe van annak, hogy a járványügyi veszélyhelyzet kapcsán a kormány számos olyan intézkedést hozott, amelyhez szabálysértési vagy büntetőjogi szankciót rendelt, és számtalan intézkedésünk volt ezeknek a szabályoknak az érvényre juttatása kapcsán, a figyelmeztetéstől, a helyszínbírságolástól kezdve egészen a szabálysértési feljelentésekig. Ezek az intézkedések ugye 2021 évben már csak töredékében voltak jelen és szükségesek, úgyhogy ilyen területen csökkent a szabálysértési feljelentéseknek a száma. Ugyanakkor kihangsúlyoznám, hogy a ittas vezetőkkel szemben egy sokkal inkább hatékony rendőri intézkedés sorozatot vezettünk be, alkalmazunk, és ennek hatására 70-ről 166-ra emelkedett a pozitív alkoholszondák száma, tehát ennyivel több ittas vezetővel szemben intézkedtek a kollégáim. Ez nyilvánvalóan nem feltétlenül azt jelenti, hogy ennyivel többen isznak és többen ülnek akár kerékpárra, akár gépi meghajtású járműbe, hanem ez sokkal inkább azt jelenti, hogy célirányosan és hatékonyan próbálunk az ittas vezetés kiszűrésére fókuszálni, hiszen az ittas vezetés egy nagyon-nagyon súlyos jogsértés, kvázi minden ittas vezetésben sajnos benne van a tragédia lehetősége, úgyhogy erre a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk, és biztosíthatok mindenkit, hogy a rendőri intézkedések során az alkoholszonda alkalmazása nem fog elmaradni. Közterületi jelenlétről egy pár gondolatot. A rendőrség és a karcagi rendőrkapitányság tekintetében mind a közterületre vezényelt erő, mind pedig az óraszám tekintetében az elmúlt években csökkenés volt kimutatható. Ennek számos oka volt, mindjárt egy pár gondolatban elmondom. Viszont hatékony szolgálatszervezéssel és egy új mentalitással, új felfogással 2021 évben mind a
közterületre vezényelt létszámot, mint pedig az óraszámot ismét sikerült növelni, és bízom benne, hogy ez nem csak a statisztikában, hanem a kollégáim sűrűbb megjelenésében is érzékelhető, és az állampolgárok is érzékelik, hogy próbálunk ott és akkor jelen lenni, amikor és ahol szükség van ránk. Viszont az én elvem és elvárásom az, hogy zaklató jellegű, indokolatlan rendőri intézkedések ne legyenek, ne történjenek, és bízom benne, hogy ez így is van. Amit már említettem, akár a Covid-járvány kapcsán, akár ugye a déli határhelyzet határon kialakult migrációs válság kapcsán a rendőrségre összességében is nagyobb szerep és feladat hárult, és ennek a feladatnak a megoldása az összrendőri feladat, tehát a teljes magyar rendőrség közreműködik ennek a végrehajtásában és eredményes megoldásában. Nem kivétel ez alól a karcagi rendőrkapitányság sem, amely már most több éve akár létszámban, megerősítő erővel, akár pedig technikai eszközzel szintén részt vesz a déli államhatár védelmében, és már most ugye sajnos a kialakult ukrán-orosz háború kapcsán a keleti határvidéken is jelentkeznek olyan feladatok, amelyek bizonyos helyekről jelentősebb rendőri erőt vonnak el, és ennek tükrében aztán különösen elismerésre méltó a szolgálatszervezést és szolgálatvezénylést végző parancsnok kollégáim azon tevékenysége, hogy 2021 évben sikerült megfordítani a tendenciát, és több rendőrt több órában sikerült közterületre vezényelni. Nem mehetek el szó nélkül a társszervek, önkormányzat és az egyéb civil szervezetekkel való együttműködés kapcsán, hiszen azt mindannyian tudjuk az itt lévők számára egyértelmű, hogy a közbiztonság garantálása, megteremtése, fenntartása az nem csak és kizárólag rendőrségi feladat, hanem össztársadalmi feladat, amelyben nagyban támaszkodunk, és nagy mértékben segítséget is kapunk minden társszervtől, az önkormányzattól. Kiemelt stratégiai partnerünk a polgárőrség, amely akár járőrözésben önállóan, akár a rendőrséggel közös szolgálatellátásban mindig ott van, számíthatunk rá a rendezvények biztosításában, szintén a polgárőrség, de az önkormányzat, a közterületfelügyelet is nagy segítségünkre van. Ezt nagy tisztelettel köszönöm, és kérem minden említett szervezet, önkormányzat jövőbeni támogatását is ebben a szegmensben, hiszen az idén is számos olyan feladat, rendezvény van, amelyet közösen szervezünk, közösen oldunk meg, és közösen kell biztosítanunk annak megfelelő biztosítását és lefolyását. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm szépen az önkormányzatnak a rendőrség felé nyújtott támogatását, kifejezetten a lakhatások kérdésének a megoldásában, amely nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az állományt itt tudjuk tartani, meg tudjuk tartani, és hosszú távon tudjunk a munkájukra számítani. És hát külön köszönöm azt a pozitív, a rendőrség irányába irányuló hozzáállást, amikor különböző egyeztetéseken, rendezvények szervezésében közösen tudunk gondolkodni, és én úgy érzem, hogy eddig még mindent maximális partnerséggel tudtunk megoldani. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, az állampolgároktól jogkövető magatartást kérek, és akkor a rendőri intézkedésekkel nem lesz probléma, és tisztelettel kérem a képviselőtestületet a beszámolóm elfogadására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kapitány úrnak a beszámolót is, amely azt gondolom, hogy mindenre kiterjedő és nagyon részletes leírásokat, véleményeket és statisztikai számokat mutat, és ahogy kapitány úr is elmondta és kiegészítette, valóban javuló tendenciát, szerencsére javuló tendenciát mutat. És ahogy kiemeltem itt magamnak is az egyik meghatározó mondatát, hogy az elmúlt 12 év adatait megvizsgálva megállapítható, hogy a legkevesebb bűncselekmény szám tavaly, tehát 2021-ben került a statisztikai adatok közé, amely mindenképpen egy nagyon jó hír, és épp azt beszéltük kapitány úrral, főkapitány helyettes úrral, hogy reméljük, hogy ez még javítható is lesz majd a következő években, és minden évben ugyanezt tudjuk elmondani. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Pánti Ildikó képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, televízió nézők!
Öröm valamennyünk számára, hogy képviselőtestületünk napirendi pontként tárgyalhatja a mai napon a rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységét, mint ahogyan erről hallhattunk is. Megtisztelő számunkra, hogy a megyei kapitány úr közvetlen helyettese jelen van, akit itt is köszönthetünk, mint ahogy polgármester úr is megtette, és természetesen a helyi kirendeltség vezetője. Köszönjük, hogy itt vannak. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy képviselőtestületi ülés előtti időben bizottságunk, a Társadalmi és Idegenforgalmi Bizottság soron kívüli ülés keretében kapott tájékoztatót kapitány úrtól, kapitány úr részéről a napi rendet illetően. Fontos számunkra tehát, hogy a mindenkori települési önkormányzat, mint ahogy ez is elhangzott, és a helyi rendőrkapitányság együttműködjön a lakosság szolgálatában. Egy közös rendszerben dolgozunk, kapcsolódási pontjaink közösek. A lakosságot szolgáljuk. Azzal a mindennapi élet nyugodt körülményeit biztosítjuk, mindannyian feladatainkból adódó feltételekkel. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy kapitány úr beszámolójából is a karcagi kapitányság jól teljesíti feladatát a statisztikai adatok tükrében is. Ezt bizonyítják azok a számadatok, amelyről szintén hallhattunk. És ez, ami a legfontosabb, a lakosság biztonság érzetének megőrzése, és ez így nem van, és ez így van rendjén, az utóbbi időszakban új kihívások elé állította a közrend közbiztonság őreit, akár a vírushelyzetre gondolunk, a migrációra, vagy éppen a mostani jelenlegi helyzetre, a háborúra. Helytáltak. Köszönjük. És külön szeretném megköszönni azt a karitatív munkát, amellyel az utóbbi időben segítették munkánkat, valamennyünket. És ehhez a jó eredményhez partnerként a lakosság is hozzájárult. Hogyan járult hozzá? Szó volt erről is. Kamerarendszer felszerelésével az ingatlanjaikon, a polgáregyesület pedig szervezésével a szemmozgalom, amely a városban igen népszerű és elterjedt, adott körzetekbe, utcaszakaszokon, és azokkal az oktatási intézményekkel meglévő jó kapcsolat, amiről megint csupa utalás, hogy volt szó kapitány úr részéről, hiszen közösek a gondolataink is, azok a tájékoztató előadások, amelyeket igényelnek is az önkormányzati intézmények, egyházi fenntartású intézmények, illetve munkahelyek is. Nagyon szeretjük látni az utcán közlekedő rendőrautókat. Nem amikor szirénáznak, hanem amikor úgy megfelelő tempóba, sebességbetartással közlekednek. És ez egy nyugalmi állapotot jelent, és erősíti valamennyiünk biztonsági érzetét. Természetesen vannak, akik nem szívesen látják, no de ennek így van rendje, és legyen is. Legyen így továbbra is. A kapitányság vezetője és munkatársai jól látják, mint hogy az anyag is tartalmazza a megoldásra váró feladatokat, mert hiszen az élet az mindig az új kihívásokat is jelenti. Kiemelt feladatként kell kezelnünk, többször elhangzott, és magam is így látom, meg egymás között is szó van róla, a város közlekedés biztonságát, a meglévő gépjármű forgalom, hál' Isten, növekedéséből, azután a kerékpárutak bővülésével, szervezésével, tehát úgy egy kicsit a közlekedés helyzete is megváltozott, a fejlesztésekkel, és ez azt hiszem a jövőben feladatokat ad, úgy az önkormányzat, mint a kapitányság részéről. Megköszönöm kapitány úr beszámolóját, az elért eredményekhez gratulálok, kívánunk további eredményes alkotóéveket kapitány úrnak és csapatának. A beszámolót elfogadásra ajánlom. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. András képviselő.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Én igazándiból két dologgal szeretnék ebbe a kérdésbe megnyilvánulni. Először is köszönet. Köszönet a kapitányságnak, a rendőröknek, köszönet az őrmestereknek, a törzsőrmestereknek, és mindenkinek ott az állományban, akik nap mint nap kőkeményen viszik a vállukon ezt a munkát, ami nem könnyű. Nem könnyű, mert legyünk egészen őszinték, a társadalom a rendőrrel szemben mindig egy kicsit, hát, hogy is mondjam, elítélendő. Ezért igen nagyon nehéz a munkájuk, és igen nagy megbecsülést érdemelnek. Akik a vállukon viszik, azok bizony tényleg azok az őrmesterek, azok a egyszerű idézőjelbe, egyszerű rendőrök, akik ott vannak az utcán. A munkájukért köszönet, amit letesznek az asztalra, azért köszönet, és látjuk azt, hogy a városban valóban érezhető az a biztonságérzet, ami azért az országban elég sok városban nem tapasztalható, úgyhogy itt a karcagi fiúk igazán jól oda teszik magukat ebbe a kérdésbe. Az, hogy sok problémával küzdenek, nyilván igen, de ez ugye nem az ő kompetenciájuk. Én azt mondom, hogy Karcag városa segíti a kamerarendszer kiépítésével a munkájukat, hadható segítség. Én el tudom azt is képzelni, hogy és a város költségvetéshez minden további nélkül én úgy gondolom, hogy megengedi, hogy egy komolyabb informatikai támogatással a kapitányságot megsegíteni, mondjuk egy 20 darab laptopnak a beszerzésével és az állomány részére való átadásával. Ezt a költségvetés minden további nélkül bírja és fedezni is. Ezzel úgy gondolom, hogy az állomány munkáját komolyan tudnánk segíteni, azokat az informatikai kihívásokat és feladatokat, amik egyébként a rendőri állományra várnak és nap mint nap nehezednek, komolyan segíteni. Úgy gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek a elosztása és felhasználása kapitány úrnak a közvetlen irányítása és kezelése alatt tökéletesen meg lenne oldva. Ez a javaslatom lenne, és egyben köszönjük szépen a beszámolót, elfogadjuk és támogatjuk. További kérdés, hozzászólás, Molnár Pál képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kapitány úr, főkapitány úr, kedves televíziónézők, kedves jelenlévők. Nagyon szép adatokat hallottunk, és valóban a tények, makacs számok a tényekkel nem lehet vitatkozni, nem is vitatkoznék ezzel, viszont azt mindenféleképpen szeretném kiemelni, amit kapitány úr is részben érintett, hogy ahhoz, hogy ilyen jó adatok legyenek, nem szabad elfelejteni, hogy olyan műszaki háttér, olyan humán erőforrás kell, és olyan feltételek kellenek, hogy a munkájukat úgy tudják végezni a kollégái, ahogy végzik. És ez a belügyminisztériumhoz vezethető vissza, aki megfelelő gépjárművekkel, megfelelő bérrel látja el. Tudom, hogy a bér az mindig kevés, és nincs az a fizetés, amit ne lehetne emelni, de azért nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt időszakban azért elég komoly juttatások voltak a testület tagjai számára, ami dicséretes és kell is, mert jó munkavégzést csak megfelelő fizetés ellenében lehet elvárni a kollégáktól. Tehát a feltételrendszer, én úgy érzem, hogy egy óriásit változott. Ami még pluszban segíti véleményem szerint a rendőrségnek a munkáját, és ez talán ilyen sarkosan nem jött ki belőle, Magyarország gazdasági helyzete. Nagyon sok szociálisan hátrányos helyzetű kollégám van, akikkel együtt dolgozok, és hála Istennek ezek a szociálisan hátrányos helyzetű emberek egyre jobb körülmények között tudnak élni. Egyre több a munkalehetőség, ezek az emberek, akik korábban gondolkoztak azon, hogy akár bűncselekménnyel tudják kiegészíteni a szerény bérüket, vagy a nem lévő bérüket, manapság már elmennek dolgozni. Egyre többen, egyre nagyobb a munkaerő hiány is, tehát még több munkaerő is kellene. És itt ugye egy korábbi testületülésen felvetődött az, hogy Karcagon nincs munkalehetőség, de Karcagon nagyon sok munkalehetőség van, és az országban is. És én úgy érzem, hogy ez is, hogy a pénzt
a megélhetéshez szükséges forrásokat, az tisztességes munkával meg tudják most már keresni azok az emberek, azok a csoportok, akik korábban esetleg gondolkoztak azon, hogy más forrásból próbálják a úgymond kenyérre valót előteremteni. Valamint én kiemelném azt is, amit a beszámolóban nem tűnik ki, de hát hogy is tűnnek ki, mert ugye ez nem feladat a rendőrségnek, az a közmunkaprogram, ami az országban létezik, azok a szociálisan hátrányos helyzetű emberek, akik esetlegesen nagyon szerény jövedelemmel rendelkeznek, nagyon sokat jelent az, hogy olyan munkát tudnak vállalni, ahol azt a szerény jövedelmüket ki tudják egy szerény bérrel egészíteni, el vannak foglalva, éjszaka, az éjszakát főként alvással töltik el, nem pedig azon, hogy járják a város, járják Karcag külterületét. És ezt talán statisztikai adatokkal is meg tudom erősíteni, ugyanis a mezőrség, a városgondnokság irányítása alá tartozik. Kapitány úr meg is említette a mezőrséggel való jó, kiemelkedően jó kapcsolatot. A statisztikai adatokból, a mi statisztikai adatunkból is az derül ki, hogy jóval kevesebb a külterületen elkövetett bűncselekmény, gondolok itt falopásról, mezőgazdasági értékekben, mezőgazdasági műszaki berendezésekben történő bűncselekményekben ez nagyon szépen nyomon követhető, úgyhogy a tendenciák az elmúlt évekhez képest óriási csökkentek. Ugyanúgy tudok visszakanyarodni, amit elmondtam, nem akarom ismételni magam, azok az emberek el vannak foglalva munkával, nem pedig olyan dolgokon gondolkoznak, amelyek esetleg bűncselekménybe vagy bűnelkövetésbe ütköznének. Kapitány urat én szoktam, vagy nagyon sokszor keresem, és most már a kezdeti nehézségek után már egyre jobban sikereket tudunk abban elérni, hogy a hajléktalanokkal valamit tudjunk kezdeni. Nagyon jól tudom, hogy a rendőrségnek ebbe kötött a keze, nehéz intézkedéseket eszközölni, úgy, amikor már háromszor, négyszer kimennek egy este folyamán a hajléktalanoknak a kezelése kapcsán, de kapitány úr valahogy ezeket az önkormányzata természetesen közösen, mert azért a háttérmunkáról tudok én is, de úgy érzem, hogy ezt el kell mondani és közkincsé kell tenni, hogy közösen az önkormányzat és a rendőrség azért nagyon sokat tudott tenni annak érdekében, hogy azok a hajléktalanok, akik esetleg zavaró tényezők voltak a lakosság számára, manapság egyre kisebb létszámban, egyre kisebb problémát jelentve vannak jelen a közterületen. Ami nekünk közfoglalkoztatóknak továbbra is nagy problémát jelent, az az, hogy említés történik itt a kábítószerrel kapcsolatosan, hogy ott is a prevenciós munkától kezdve a felderítésig minden munkát, ami a rendőrségre tartozik, nagyon jó eredménnyel el tudnak végezni. Viszont nagyon sok munkavállalónknál tapasztaljuk, hogy igazából lehet, hogy nem jó szavakat használok, de egy újfajta kábítószerek kerülnek elő, amelyeket elmondások alapján otthon gyártanak, vegyszerekből, dohányból, és amelyek ugye nagyon nagy problémát jelentenek a rendőrség számára is, és nem nagyon tudják kimutatni. Én is, mint munkáltató, azt tudom tenni, hogy elküldöm azt az embert, aki a levegőt kaszálja, meg össze-vissza beszél, hiába szondáztatjuk, nem tudjuk ezeket földeríteni. Az ott dolgozók elmondása alapján mindenféle növényvédőszerből, vegyi boltokban felelhető különböző vegyszerekből állítanak elő olyan anyagokat, amelyek azt a hatást elérik, amelyeknek ezeknek az embereknek szüksége van. Nem azt mondom, hogy óriási nagy számban, de sajnos jelen van, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ebben egy kis segítséget is kérnék kapitány úrtól, hogy esetleg hogy lehet ezeket földeríteni, mert az alkoholzonda nem mutatja ki. De biztos vagyok benne, hogy gépjármű ellenőrzés során is, ha valaki megivott egy sört és a szonda kimutatja, azt ugye elviszik vérvételre, de aki össze-vissza beszél és mondjuk nem tudják kimutatni belőle ezeket az anyagokat, mert ezek én úgy tudom nagyon nehezen kimutathatók, azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Én ezt a témát felvetném, mert ez probléma. Én úgy érzem, hogy fontos, és a későbbiekben talán ebbe valahogy együtt kellene működni. Én köszönöm kapitány úrnak és a minden rendű rangú, nem kiemelve az őrmestereket, hanem teljesen a teljes rendőri állománynak a munkáját. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és sok sikert kapitány úrnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Nagyné László Erzsébet képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársak,
Tisztelt jelenlévők! Az általam elmondott, illetve Molnár Pál képviselőtársam által elmondottakkal én teljesen egyet tudok érteni, mint a Kátai Gábor kórház főigazgatója is tapasztalunk adott esetben ilyen rendőrség által, rendőrintézkedés által, vagy mentőszolgálat által behozott betegeket. Én ezúton is szeretném megköszönni a rendőrkapitányságnak a munkáját, amit segít az intézményünkben dolgozók esetében is. Én ezt elmondtam az előző bizottsági ülésen is, de itt is szerettem volna megköszönni. Ugyanakkor Andrássy András képviselőtársam által elmondottakhoz szeretném kérni, ugye a költségvetésben javasoltakhoz, hogy melyik költségvetésben áll rendelkezésre az a forrás, ami a támogatást nem megkérdőjelezve, hogy szükséges lenne, mindenkinek szüksége van számítástechnikai eszközökre, annál is inkább, mert ezek ugye igen hamar el is avulnak, 3 év alatt leírhatóak, ugye, de azt hiszem, hogy az önkormányzatnak megvannak azok a kötelező feladatai, amiket el kell végeznie és végre kell hajtania, és amíg az óvodáink és az iskoláink is csak pályázati források segítségével és némi önkormányzati támogatással tudják a fejlesztéseiket végrehajtani, illetve maga az önkormányzatunk is céllal kapja, mert hogy pályázik, és pályázati pénzeszközökből duzzadt fel a költségvetés, nem azért, mert mondjuk esetleg olyan címen támogatást kapott volna az önkormányzat, hogy abból támogassa a helyi rendőrkapitányság működését, mert ha nyilván ilyen céllal kap, akkor ezt cél szerint oda is fogja felhasználni, de nem ilyen céllal kapott támogatások szerepelnek ebben a költségvetésben. Én úgy gondolom, hogy minden bevételi sornak megvan a minden kiadási sora, és amit folyamatosan a végrehajtása figyelemmel van kísérve, és egyáltalán bármilyen javaslatot mi felhozunk, akár bizottsági ülésen, akár itt testületi ülésen, az előterjesztésekben rögtön az szerepel, hogy minek a terhére. Tehát kérném képviselőtársamot, hogy jelöljen meg azt a sort, vagy térjünk vissza erre bizottsági szinten. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Andrássy András úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Ha már megszólítottam, van egy szép költségvetésünk. Nem igaz, hogy nem találunk benne 4 millió forintot, de teszek rá javaslatot. Például a tartalék terhére. Belefér? Bőven. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen képviselő úrnak a javaslatot. Én egy másik gondolatára szeretnék reflektálni, bár nem teljesen értettem, és nem tudtam, mire irányult. Én azt gondolom, hogy a rendőrség társadalmi megítélése, hogyha ez volt a gondolat, akkor én szerintem javulóban van, legalábbis a visszajelzések ezt mutatják. És nyilván, ahogy a statisztikai adatok is mutatják, azért a lakosságnak a közbiztonság érzete is fokozatosan javul, úgyhogy nem tudom, hogy képviselő úr, hogy akarta megfogalmazni. Ha így, akkor ebben egyetértünk, ha nem így, akkor ellen kell, hogy mondjak. Én azt gondolom, hogy minden elhangzott a hozzászólásokban, nagyon én nem szeretném kiegészíteni. Egy mondatot azonban mindenképpen szeretnék felolvasni ebből a beszámolóból, hiszen én magam is úgy gondolom, hogy példaértékű, ami ebben a két mondatban le van írva, hiszen azt írja kapitány úr, hogy a közbiztonsági statisztikából kifolyólag. Ezen mutatók objektíven mutatják, hogy a város közbiztonsági helyzete folyamatosan és jelentősen javul. Ki kell emelni, hogy a közbiztonsági helyzet ilyen mértékű javulásához a városi önkormányzat támogatása, a mezőőrség, a közterületfelügyelet és a polgárőrség munkája, valamint az önkormányzat által folytatott közmunkaprogram jelentősen hozzájárult. Én azt gondolom, hogy ebben a mondatban minden benne van, és én ezt az együttműködést is, ahogy kapitány úr is példaértékűnek tartom, hiszen valóban minden olyan problémával, amely a városban a rendőrségre tartozik, legyen ez közlekedésbiztonság, közbiztonság, betörés, és minden egyéb olyan kérdés, amelyben a rendőrség jelenléte, megszólalása és szakértelme szükséges, abban számíthatunk kapitány úr és minden egyes munkatársának a véleményére, hozzászólására, segítségére.
ahogyan a közbiztonsági díj átadásakor a rendőrség, rendőrnap alkalmából tartott állománygyűlésen is elmondtam, most is csak a Karcagváros önkormányzat képviselőtestületének, és mondhatom azt, hogy a város lakosságának is köszönetét, háláját szeretném átadni a rendőrség valamennyi munkatársának, és talán rajtuk keresztül, ahogy ezt elmondtam az állománygyűlésen is, a rendőrségi állomány családtagjainak, hiszen ahhoz, hogy egy rendőr kipihenten rendelkezésére tudjon állni a város, az ország szolgálatának a nap 24 órájában, ahhoz megfelelő háttérre is szüksége van, és valóban egy rendőr, hiszen nem csak a utcán posztol, nem csak a bűnügyeket deríti föl, akár hajnal 6 órakor is, vagy akár késő éjszaka, hogyha úgy adódik, hanem bizony a határszolgálatban, a határvédelemben és sok más egyéb olyan kérdésben, amelyet a belügyminisztérium, illetve a kormány elrendel számukra közreműködnek. Ez a napi 24 óra szolgálat mindenképpen elismerést és dicséretet érdemel a rendőrség valamennyi dolgozója számára. Köszönjük szépen! Én magam is azt gondolom a képviselőtestület nevében eredményes heteket, hónapokat kívánok. Kívánom azt, hogy ez a statisztikai számok mindannyiunk érdekében fokozatosan javuljanak. Jó erőt, egészséget, kitartást és minden jót kívánok a rendőrség valamennyi tagjának. Köszönjük szépen! Nagydi László Erzsébet képviselőasszony. Utolsó szójogán. Igen, utolsó szójogán. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én szeretném még azt is megköszönni a rendőrkapitány úrnak, hogy említette a szóbeli kiegészítőjében, hogy az önkormányzat mindent megtesz, hogy ha ide letelepülni kívánó, vagy itt foglalkoztatott alkalmazottaknak a elhelyezését önkormányzati bérlakásban biztosítja, mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, ezt is nyilván mi folyamatosan tárgyaljuk minden egyes ilyen városérdekből történő önkormányzati bérlakás kiutalást, ugyanakkor a meghosszabbításokat pedig a helyi lakásrendelet alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik, tehát továbbiakban is támogatni fogja az önkormányzat, úgy gondolom. Képviselőtársam felvetésére pedig csak annyit, hogy tessék tájékozódni az általános és a céltartalék fogalmáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Kérem kapitány urat, főkapitány úr, főkapitány helyettes urat, hogy tolmácsolja jó kívánságainkat az állomány részére. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom a beszámoló elfogadását. Aki elfogadja, kérem jelezze igen. Nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Köszönjük szépen! Tisztelt képviselőtestület, folytatjuk napirendi pontjaink megtárgyalását. Harmadik napirendi pontunk tájékoztató a 2022. évi nyáron szezonkezdésre történő felkészülésről az Akácsliget gyógyfürdő, gyógy- és strandfürdőben történt munkálatokról szól ez az előterjesztés, melynek előadója Andrássy István ügyvezető úr, akit tisztelettel köszöntök a teremben. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni a tájékoztatót? Ha nem, akkor azt gondolom, hogy egyébként minden le van írva az anyagban. A bizottság megtárgyalta. Én mindenképpen szeretném fölhívni a képviselőtestület figyelmét az első oldal közepén megfogalmazott célokra, hiszen többször szóltunk róla, és ebben majd kérjük a fürdőlátogatók megértését, türelmét, hogy egy megnyert pályázatnak köszönhetően egy átépítés fog zajlani a gyógyfürdő területén, hiszen a gyógyhármas medence egy újjáépítésen fog átesni, egy karcsúsításon, egy megújuláson és egy sokkal vonzóbb és élhetőbb medencének a kialakításán, amely több mint 50 év után kerül megújításra ez a medence. Én kérek mindenkit, hogy ezt a kis időt, amíg átépítjük ezt a medencét, addig legyen türelemmel, és ugyanolyan lelkesedéssel használja majd a strandfürdő területén az összes többi medencét a nyári szezonban. Vitára bocsájtom a napi rendet. Kérdés, hozzászólás van-e? Pánti Ildikó képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr!
jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy ebben a hónapban bizottsági napirendi pontként is szerepelt, megelőzve a testületülést, az Akácsligetfürdő szezonnyitása való felkészülés, ez a pontos címe, és ez meg is történt a legutóbbi bizottságülésen. Bizakodó év és bizakodó szezon indításáról adott számot igazgató úr, abban a részletes tájékoztatóban, illetve bizottságülésen is elvégezték mindaz a munkálatokat, mint ahogyan eddig is, amelyek adódó feladatok voltak, talán még most is folyamatban van a szezonnyitásra. Legjelentősebb évi fejlesztésnek tekintik a gyógy hármas medencének az újjáépítését, és hát ahogy ugye elhangzott, valóban ehhez a odalátogatók részéről is türelemre, megértésre, mert a munkálatokat folyamatosan, legfőképpen jó időben lehet elvégezni. Kiemelten kezeli a fürdő vezetője, és ez számomra meggyőzően hat, a személyi állománynak a karbantartás. Itt a karbantartás a szó személyi értelmében. Igen, fontos az, hogy hogyan, miként fogadják a vendégeket, milyen szolgáltatást tudnak nyújtani, és milyen az a kommunikáció, és ha gondok, problémák vannak, azt is megfelelő módon kezelve kell megtenni. És erre nagy igénye van a vezetőnek, és ennek is örülünk. A kiegészítő szolgáltatások szintén fontosak a mindennapok során. A szállás biztosítása, ugye, amely nagyon népszerű és nagyon szeretik, különösen testvérvárosokból érkező vendégek. Most éppen a napokban volt lehetőségem találkozni Székelykeresztúr Petőfi iskolájának delegációjával. Éppen a György István katolikus iskolába tettek látogatást, és igényük szerint és örömmel a fürdőt választották szálláshelyként, és jó idő is volt ebből adódóan, tehát ki tudták használni a lehetőséget is. És az is nagyon fontos számunkra, hogy az uszoda jól működjön, és azon túl, hogy jól működik, az iskolás csoportok is igénybe vegyék. Óvodások, iskolások, úszás, tanulás címen. Nagyon fontos. Itt van ez a lehetőség, és ezzel élni kell. És külön öröm az Idegenforgalmi Bizottság részére azok a rendezvényeknek a megléte, a programba való biztosítása, amelyről az anyagban is számot ad a fürdővezetése. Bízunk benne, hogy az idő is kedves és kedvező lesz hozzá, hogy kegyeibe fogadja, és ezeket a rendezvényeket meg is tudják tartani. Tehát a fürdő felkészülten várja a vendégeket, és bízunk benne, hogy egy jó szezon megnyitása után, egy jó szezon befejezésével tudnak majd számot adni az év végén. Fürdővezetőnek, munkatársainak a munkáját megköszönöm, és továbbiakban bízva a testület részére elfogadásra ajánlom. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én azt gondolom, hogy igen, igazgató úrnak, ahogy képviselőasszony is elmondta, és munkatársainak is megköszönjük azt a munkát, amelyet az előkészítéssel, a szezonra való felkészítéssel végeztek, és nyilván külön köszönjük azt a munkát, amelyet a medenceépítés előkészítésében eszközöltek és segítették a hivatal munkáját, hiszen nélkülük nem ment volna az a gondolkodás, az az előkészítés, amely a pályázat ilyen szintű állásához, ahhoz vezetett volna, hogy most ott állunk, hogy lassan kezdhetjük ennek az új medencének az építését, és nyilván az az együtt gondolkodás, amely ebből kifolyólag megvalósult, a további elképzeléseket is előre vetíti, hiszen mindenképpen szeretnénk folytatni a városi gyógy- és strandfürdő további fejlesztését és turisztikai célú hasznosítását. Én magam is elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem,
tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Köszönjük szépen igazgatónak, jó munkát kívánunk. Kérem, adja át üdvözletünket munkatársainak is. Negyedik napirendi pontunk, javaslat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli ingyenes nyári szünidei étkeztetésének időtartamára. Tisztelt képviselőtestület, a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja a nyári szünetben, amely legalább 43 munkanapot kell, hogy felöleljen. Továbbá a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátás nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon kell, hogy biztosításra kerüljön. Ennek megfelelően mindenképpen szükséges az óvodai nyitvatartás rendjéhez alkalmazkodni, és mivel tudjuk azt, hogy egy óvodai konyha felújításra kerül sor a nyáron, ugye a Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM tagóvodájának a nyári időszakban kerül felújításra a konyhája pályázati forrásból, ezért célszerű ezen időszakot ennek az óvodának az árvatartására kijelölni. Így 2022. június 20-tól 2022. augusztus 19. napjáig, tehát 45 munkanapon keresztül kerül biztosításra az ingyenes szünidei étkeztetés. Ezzel eleget teszünk valamennyi jogszabálynak is, és természetesen támogatjuk azokat a hátrányos helyzetű gyermekeket, családokat, akik a nyári szünetben rászorulnak erre a támogatásra. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Nagyné László Zsú. Szociális és Egészségügyi Bizottsága a múlt heti ülésén megtárgyalta a napi rendet, és egyhangulag támogatta annak elfogadását. Köszönöm. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Ötödik napirendi pontunk, beszámoló az Oktatási Hivatal bázis intézményi feladatainak ellátásáról a Madarász Imre Egyesített Óvodában. A napirend előadója Gulyás Ferencné intézményvezető, akit köszöntök a testületi ülésen. Nagyon részletes az anyag, én azt gondolom, hogy minden le van benne írva, de kérdezem intézményvezető asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni. Megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jegyző úr. Intézményünk az Oktatási Hivatal bázisintézményi címét 2017-ben és 2020-ban nyerte el. A folyamatos magas szintű megújulásra kész óvodai nevelésünk elismeréseként. Az elismeréssel feladatot is kaptunk 3 évre. Amelyben a szakmailag méltónak, alkalmasnak talált nevelőközösségi munkánkat, az óvodáinkban folyó szakmai munkát, gyakorlati tapasztalataink, módszereink megosztását Jász-Nagykun Szolnok megye óvodáiban lehetővé tették. Ezek a gyakorlataink elsősorban a következők. Az akkreditált kiváló tehetségpontunk tehetségműhelyeiben megvalósuló tehetséggondozó foglalkozások, az esélyteremtő óvodáinkban megvalósuló hátránykompenzáció és módszertan, a művészeti óvodákban a gyermekeknek a művészetekkel való komplex megvalósítás során a találkozás és a fejlesztési lehetőségek, a lépésről lépésre óvodák projektpedagógiája, a tevékenységközpontú óvodáinkban a tevékenységközpontú és élménypedagógia megvalósítása. Ezek voltak azok a kiemelt területek, amelyeket bemutattunk az elmúlt években a hozzánk érkező pedagógus kollégáknak. Feladataink is vannak a következő időszakra, azon a területen, hogy meg tudjuk őrizni a bázisintézményi szerepkörünket Jász-Nagykun Szolnok megyében. Itt elsőként kiemelt feladatunk a pedagógus, óvodapedagógusok utánpótlása, a fiatal pályakezdőknek a segítése, támogatása, hogy be tudjanak illeszkedni a nevelőközösség kiemelt feladataiba, és a feladatokat vállalják, ebbe a segítésünk. Az intézményünk jelen
időszakban egy önértékelést végez több szinten és formában, hiszen az önértékelés az segíti közösségünket az intézményi működésben arra, hogy a következő időszak feladatait, célkitűzéseit kitűzzük. Így az intézményi előmeneteli rendszer a köznevelés rendszerében zajlik az intézmény és a vezetők önértékelése, a külső pedagógiai szakmai tanfelügyeleti ellenőrzése az intézményünkben, és emellett a Szövetség a Kiválóságért Egyesülettel és a Jász-Nagykun Szolnok megyei Óvodai Kiválóság Klubbal együttműködve EFQM modell szerinti önértékelést végzünk az intézményünkben, amelynek az eredményét követően a célkitűzések és a fejlesztések megvalósítását követően terveink szerint nemzeti minőségdíj valamelyik fokozatára fogunk pályázatot benyújtani. Szakmai szerepvállalásunkban igyekszünk megőrizni a térségi és megyei szerepét óvodáinknak. Büszkén tovább örökítjük, megújítjuk azt a több évtizedes óvodapedagógiai eredményeket, hagyományokat, amellyel Karcagváros óvodapedagógusai elismerést vívtak ki megyei és országos szinten az óvodai nevelés területén az elmúlt évtizedekben. Tisztelettel megköszönöm Karcagváros Önkormányzat képviselőtestületének, hogy intézményünk szakmai fejlesztéseihez, pályázatainkhoz minden alkalommal támogatást nyújtottak, a szakmai rendezvényeink iránt személyes érdeklődést tanúsítanak, azon személyes jelenlétükkel ott vannak velünk együtt, hiszen mindez megerősítést jelent, elismerést jelent a nevelőközösségünk tagjai számára. Tisztelettel köszönöm polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, hogy az óvodáink infrastrukturális fejlesztése folyamatos, kiemelt jelentőségű Karcagvárosában biztosított mindazon finanszírozás, mely a személyi és működési feltételeink kiegyensúlyozottságát garantálja. Köszönöm jegyző úrnak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy az intézmény működtetésében és fenntartásában magas szintű szakmai támogatást nyújtanak nekünk a folyamatos működtetéshez. Köszönöm az intézményünk nevelőközösségének valamennyi tagjának, hogy célkitűzéseinket magas szakmai tudással, elhivatottsággal, lelkiismeretes feladatvégzéssel tudjuk megvalósítani az intézményünk bejáró gyermekek és a szüleik elégedettsége érdekében. Intézményünk nevelőtestülete a következő években a változások menedzselésére kész, hiszen Karcagvárosában az óvodai feladatellátás átalakulóban van, a szakmai fejlesztéseinket megkívánjuk őrizni, készen állunk pályázatok írására, megvalósítására, amelyek biztosítják és támogatják a szakmai fejlődésünket, lehetőségeinket és a következő időszak elismeréseit, és így a következő időszakban, a 2023-ban szintén 3 évre szeretnénk az Oktatási Hivatal Bázisintézményi pályázatát benyújtani. Tisztelettel ajánlom képviselőtestületnek a beszámolónk elfogadásra. Köszönöm szépen a kiegészítést, vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás. Pintér Zoltán, képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselőtársak, kedves jelenlévők! Karcagváros Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a 2022. április 19-i múltkedi ülésén részletesen tárgyalta a szóban forgó napirendi pontot, sőt egyébként a következőt is. Ott Gulyás Ferencné intézményvezető asszony még a mostaninál is részletesebben tételesen mutatta be a Madarász Imre Egyesített Óvoda Oktatási Hivatal bázis intézményeként ellátott feladatkörét. Én egyrészt szeretném felhívni a tisztelt hallgatóság figyelmét arra, hogy a Madarász Imre Egyesített Óvoda telephelyein összesen 600 karcagi kisgyermek nevelése folyik kimondottan magas szinten. Egy olyan intézményi hálóról beszélünk egyébként, amelynek közel 60, remélem jól mondom, közel 60 nevelője egyébként kimondottan magas szintű, magas színvonalú munkát végez a nevelők között, hogyha jól emlékszem a statisztikákra, akkor a nevelői gárda közel egyharmadának szakvizsgája is van, és a pedagógus életpálya modellben már a
előrelépés jelentő pedagógus 2 vagy mester pedagógus szinten van a pedagógus állomány nagyobb része. Intézményvezető azt mondja, részletesen bemutatta az itt szóban forgó pályázatokat, programokat, olyan fejlesztési célokat, amelyeket már ellátnak, vagy a jövőben megcéloznak. Én azt mondom, hogy nagyon jó kezekben van egyébként a karcagi óvodai nevelés, kimondottan korszerű, 21. századi nevelési forma valósul meg, és bár valóban kihívások előtt áll ugye a karcagi óvodai nevelés, hiszen átalakul és újabb intézménnyel, egyházi intézménnyel bővült, már a 2021-22-es nevelési évben is egy református intézménnyel, Karcagváros óvodai nevelése is várható, egy katolikus intézmény megnyílása is, de én maximálisan meg vagyok győződve, magam is, mint gyakorló tanárember, hogy a karcagi Madarász Imre egyesített óvoda kiváló gárdája, kiváló nevelőállománya, intézményvezető asszony és kollégái állni fogják a sarat, és jó kezekben vannak a karcagi fiatalok. Köszönöm szépen a figyelmet, és a napirendi pont elfogadását javasolnám. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én mindenképpen gratulálok az intézmény valamennyi dolgozójának ahhoz az elvégzett munkához, amelyet az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 pályázati ciklusban is, mint bázis intézmény pedagógusai végeztek, hiszen olyan óriási tudást halmoztak fel, amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a következő pályázat beadásra kerüljön, és Karcag, mint óvodai központ, mint óvodai bázis intézmény megtartsa azt a szerepét, amelyet az elmúlt időszakban is ellátott, elvégzett, hiszen tudom, hogy azok a konferenciák, továbbképzések, jó gyakorlat bemutatások, amelyek az előző időszakban is voltak, mind-mind olyan pozitív visszajelzéssel zajlottak le a városban, amely a környező óvodai nevelői munkát segítették kistérségi, megyei, vagy akár régió szinten is, hiszen nagyon jó és pozitív visszajelzések, visszhangok érkeztek az itt résztvevők részéről. Úgyhogy ehhez a munkához, amely elvégzésre került, szeretnék gratulálni intézményvezető asszonynak, valamennyi kollégájának, munkatársának, és bízom abban, hogy, sőt nem csak bízom, hanem tudom, hogy sikeres lesz a következő pályázat, hiszen ilyen előzményekkel csak sikeres lehet egy pályázat, hogy a következő időszakban is ezt a magasfokú szakmai munkát fogják végezni. Ezzel Karcagváros hírnevét is öregbítik, nem csak a Madarász Imre egyesített óvodájét. Úgyhogy gratulálok még egyszer ehhez a munkához. Én bízom abban, hogy sikeres lesz a pályázat, és lehet folytatni ezt a munkát. Tisztelt képviselőtestület, a beszámolót elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 6. napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre egyesített óvoda intézményi átszervezésére. Ahogy az anyagban is le van írva, a jogszabály most teszi lehetővé azt, hogy azokat a fontos intézkedéseket megtegyük, amelyek a következő tanévre vonatkoznak, és az előző napirendi pontnál már szóba került, hogy olyan változások következtek be a város óvodai nevelésének életében, amelyek szükségessé teszik az önkormányzati intézményrendszer áttekintését és az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételét. Az anyagban egyértelműen le van írva a gyermeklétszám alakulása az előző, illetve az azt megelőző tanévre, időszakra vonatkozóan, amelyben az eddig 9 telephelyen működő gyermeklétszám változások kerültek bemutatásra. Ebből adódik, és nagyon hosszú előkészítő folyamat zajlott ezzel kapcsolatban, és nagyon komolyan áttekintésre kerültek a költségvetési tételek, költségvetésnek azon része, hogy hogyan lehet a stabilitást és a megfelelő feladatellátást egy összhangba hozni egymással. Ezért az óvodai elhelyezkedését, az óvodai épületek üzemeltetésének gazdaságosságát figyelembe véve a Jókai úti tagóvoda megszüntetése indokolt, míg ugye ebben a tagóvodában járó gyermekek ellátása a számadatok tükrében nem okoz csorbát, hiszen a többi 8 tagovodában természetesen a szülői igények maximális figyelembe vételével, akár abban a formában is, hogy az óvodában maradó gyermekek együtt kerüljenek át egy-egy másik óvoda intézménybe, biztosítható. Természetesen nem csak a gyermekekkel, hanem a
óvodapedagógusokkal együtt is. Nagyon nehéz lépés, én azt gondolom, de a üzemeltetés gazdaságosságát figyelembe véve, a Madarász Imre Egyesített Óvodában járó gyermeklétszám figyelembe vételével ennek a lépésnek a meghozatala szükséges. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom, kérdés hozzászólás a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, két nem szavazattal a javaslat elfogadásra került. Hetedik napirendi pontunk, javaslat a MOL Új Európa Alapítvány Városfa Program pályázatán való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, a MOL egy pályázati lehetőséget adott a települési önkormányzatok számára, az Agrárminisztérium és az Országos Erdészeti Egyesület, valamint a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével a 10 000 fő fölötti települések számára adta ezt a lehetőséget, amelyben több fa, 16 különböző fafajta kiválasztásának lehetőségével minimum 30, maximum 70, maximum 70 fa biztosításával zöld felület kialakítását teszi lehetővé települések számára. Én azt gondolom, hogy mindenképpen élnünk kell ezzel a lehetőséggel is, hogy tovább tudjuk fásítani Karcagváros különböző zöld területeit, övezeteit. Kérdés, hozzászólás van-e a napi rendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Nyolcadik napirendi pontunk, javaslat a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett Virágos Magyarország települési versenyen való részvételre. A tavalyi évben is részt vettünk ezen a pályázaton, én azt gondolom, hogy mindenképpen célszerű elindulni ezen a pályázaton, megméretni magunkat, hiszen több kategóriában falu, város, nagyobb város, Budapest kerületek és tematikus részben is lehet pályázni, úgy mint a legvilágosabb főtér, az év fasora, az év tanösvénye tematikus útvonalakkal. Én azt gondolom, hogy egy regisztráció és egy díjmentes pályázati adatlap benyújtásába kerül ezen a pályázaton való részvétel. Szerintem mindenképpen célszerű ezzel élni. Kérdés, hozzászólás, ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 9. napirendi pontunk, javaslat a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár Intézmény vezetői állásának pályázati meghirdetésére, mint azt bizonyára emlékszik rá a képviselőtestület, 2022. április 4-i napjával a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár magasabb vezetői feladatait ellátó igazgató asszony jelezte, hogy nem kívánja ellátni az igazgatói munkakört. Ennek megfelelően a kulturális törvény értelmében az állami és önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár, valamint közművelődési intézmény vezetői feladatainak ellátására a munkáltatói jogkör gyakorlójának pályázatot kell kiírnia, a pályázat kiírásának, benyújtásának, értékelésének rendjét. Miniszteri rendelet határozza meg, ezt tartalmazza az előterjesztés, illetve a javaslat. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 10. napirendi pontunk, javaslat a barna mezős területek rehabilitációja Karcagon című projekt önerő kiegészítésére. Ahogy az anyagban is le van írva, a TOP pályázat keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium operatív programokat irányító hatósága felhívást tett közzé barna mezős területek rehabilitációjára, amelyen önkormányzatunk 500 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. A visszanemtérítendő támogatás mértéke 100%-os.
Azonban a közbeszerzési eljárás lezárásaként, amikor lezártuk, egy érvényes ajánlat maradt, amelynek az ajánlati ára meghaladja a projektben rendelkezésre álló fedezet összegét, így az eljárás eredményes kihirdetésének feltétele természetesen a pályázat belső korlátainak figyelembe vételével egyfajta költség átcsoportosítás, mely után forráskiegészítés önerő válik szükségessé ehhez a pályázathoz, amelynek az összege 646.298 forint. Én azt gondolom, hogy az 500 millió forint arányához egy 646 ezer forintos kiegészítés nem egy őrült összeg, és akkor le tudjuk zárni és be tudjuk fejezni ezt a pályázatot. Én mindenképpen elfogadásra és támogatásra javaslom. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Köszönöm szépen. Akkor, ahogy mondtam, elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 11. napirendi pontunk, javaslat a Volánbusz ZRT 2021. évi autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására. Tisztelettel köszöntöm még egyszer Török József urat, a helyi forgalmi telephelyvezetőt. Kérdezem, hogy kívánja kiegészíteni a beszámolót? Én azt gondolom, hogy tartalmaz minden szükséges információt az anyag. Én csak megköszönni tudom a Volánbusz valamennyi dolgozójának, elsősorban természetesen a helyben dolgozó kollégáknak azt az odafigyelést, amelyet a visszajelzések alapján az utasoktól is kapunk, hiszen folyamatosan jelen vannak a városba, próbálják tartani a lehetőségekhez képest a menetrendet, az anyagban is olvastuk, talán kétszer-háromszor fordult elő olyan eset, ahol személyi hibából adódó járatkiesés volt, tehát mindenképpen a város lakosságának megelégedésére szolgál nagy részt a Volánbusznak a tevékenysége. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, tisztelt televíziónézők. A bizottság is tárgyalta ezt az anyagot, és az anyagban, az anyag javasolja a beszámoló elfogadását, és a beszámolóban kimutatott 2021 évi 1.050.766 forint túlfizetésnek a 2022 évi megfizetett ellentételezési összenként történő figyelembevételét. A bizottság megtárgyalta, ebben a formában az anyagot támogatta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javaslom. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Én egyetlen egy problémát szeretnék felvetni a buszjáratokkal kapcsolatban, amelyet azt gondolom, hogy lakossági visszajelzések alapján legalábbis én kaptam, de hogy, ahogy emlékszem a képviselői hozzászólásokra, talán mások is megemlítették ezt a problematikát. Ugye a MÁV megépítette és nagyon szépen üzemelteti a pályaudvart, viszont a sineknek az elhelyezkedése, a peronoknak az elhelyezkedése és a volán járatoknak az indulási pontja közötti távolság az bizonyos esetekben, főleg idősebb mozgáskorlátozott vagy nagyobb csomagokkal rendelkezők esetében elég lassan közelíthető meg, és a menetrendi idő nem mindig tudja azt figyelembe venni, hogy nyilván indulni kell a busznak, tehát nem lehet mindig arra várni, hogy és megkérdezni hangos beszélőn, hogy mindenki felszállt-e a buszra, de ezeket a távolságokat, hogyha figyelembe lehet venni, és egy kicsit ahhoz igazítani a menetrendi indulást, elsősorban a MÁV pályaudvarról, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok vonattal utazónak jelentene segítséget az, hogyha ezt esetleg meg lehet mérni és meg lehet tenni. Én tudom, hogy a helyközi járatoknál azért mindenképpen szoros a menetrend, de, és tudom azt, hogy vizsgálták már ennek lehetőségét, de ez folyamatosan fölmerül, hogyha ezt kérhetjük ennek a további felülvizsgálatát, akkor azt nagyon szépen köszönjük.
Ahogy képviselő úr is jelezte, én magam is elfogadásra javaslom a beszámolót, amelyben elfogadással együtt nem csak arról kell dönteni, hogy elfogadjuk a beszámolót, hanem valóban a 2021. évi 1.050.766 forint túlfizetésnek a 2022 évi megfizetett ellentételezési összegként történő figyelembevételéről is döntenünk kell egyúttal. Tehát ennek megfelelően kérem, hogy hozzuk meg a javaslatban szereplő határozatot. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra és ennek az átcsoportosítására teszek javaslatot. Aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. Köszönjük szépen, még egyszer jó munkát kívánunk, és nagyon sok balesetmentes kilométert valamennyi munkatársának. Tisztelt képviselő testület, 12. napirendi pontunk, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Több jelentés is kerül összevontan megtárgyalásra és elfogadásra ebben a napirendi pontban. Kérdezem a képviselő testület tagjait, hogy bárkinek van-e javaslata a jelentésekkel kapcsolatban, bármelyikkel természetesen. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, akit támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. A Magyarország címerének és zászlajának kitüntetésének használatáról és a kitüntetés rendjéről szóló 2011. évi törvény lehetőséget ad az önkormányzat képviselőtestületének díjak adományozására, elnevezésére, a részesíthető személyek körének pontosítására, akkor, hogyha ezt a rendeletben határozza meg. Ez a rendelet tervezet azt tartalmazza, hogy elismerést tudjunk adni azok részére, akik munkájukkal Karcagváros lakossága érdekében kiemelkedő munkát végeztek, munkájukkal hozzájárultak a város fejlesztéséhez, élhetőbbé tételéhez, környezetének megszépítéséhez, értékeinek megóvásához, a város működésének és közszolgáltatásának minél magasabb szinten történő ellátásához, akár egy-egy fontosabb esemény kapcsán is. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Kanász Nagy László képviselő úr. Tisztelt polgármesterű jegyző úr, képviselőtársaim, jelenlévők, tisztelt televízió nézők, a ügyrendés jogi bizottság megtárgyalta a jutalmazásnak a alapításáról szóló rendelettervezetet, és a polgármesteri dicséret oklevél alapítását egyöntetően támogattuk, és a képviselőtestületnek javasoljuk a elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen. Nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, a napirendi pontok megtárgyalásának végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. május 26-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselő testület. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek, a képviselőtestület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, az aktív közreműködést. Köszönöm a kedves televízió nézők figyelmét. A mai testületi ülést bezárom.